Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragon Cserita vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Három királyfi, három királylány mozgalom, emeljünk minél több gyereket a magasba, szürt színek szimfóniája, versenytánc világbajnokság, Örményországba utaznak, segítség a gyászban, van kiút. Előadást tartott Skrapski Fruzsina, a három királyfi, három királylány mozgalom elnöke Szekszárdon. Célkitűzésük közé tartozik, hogy minél több gyermek jöjjön a világra, mert övék a jövő, amihez az alapokat nekünk kell leraknunk itt a jelenben. Érdekfeszítő előadásra került sor Traumáinkon innen és túl címmel Szekszárdon. Szekszárdi léleképítőnek a vezetője, motorja, szervezője, és 23 és fél éve működik most már Szekszárdon ez a sokak által kedvelt léleképítő, és pont a mai alkalomon Skrapski Fruzsina lesz, aki leánya Kopp Máriának, dr. Kopp Máriának, aki a legeslegelső előadója volt 2000-ben, 23 és fél évvel a léleképítőnek. Az előadás témájául szolgáló dokumentumfilm 2020-ban készült, és olyan emberek történetét mutatja meg, akik árvaházban vagy nevelőszülőknél nőttek fel, nagyon nehéz körülmények között, ám mégis túl tudták tenni magukat gyerekkori traumáikon, és képesek voltak kiegyensúlyozott, boldog felnőtté válni. Az előadásban így ötvözöm, mert dokumentumfilmes is vagyok, és a három királyfi, három királylány mozgalom vezetője, és azt gondolom, hogy a traumáinkra vezethető vissza az is, hogy nem születnek meg a kívánt gyerekek, mert félnek a fiatalok a gyerekvállalástól, mert rossz szülői mintáik vannak, és ugyanígy az egész társadalomnak vannak traumái, a kommunizmus, hogy megerőszakolták a nőket, a szovjet hadsereg, 2006, tehát ilyen témákban készítettem filmet, és hogy ezek a traumákat fel kell dolgozzuk ahhoz, hogy egy egészséges társadalom legyünk. A mozgalom egy magyarországi civil szervezet, mely célja a családalapítás, a gyermekvállalás társadalmi elfogadottságának formálása. Sok példaember van, akinek nagyon nehéz gyerekkora volt, vagy szörnyű dolgok történtek vele, vagy gulágrab volt, és aztán mégis ezt nagyon ügyesen feldolgozta, és róluk kell példát venni. Egy pozitív hozzáállás, mindig a jót megtalálni, minden lehetőséget megragadni. A három királyfi, három királylány alapítói, Kopp Mária és férje, Skrapski Árpád egész életüket és munkásságukat a család témája köré építették fel. Számukra elválaszthatatlan volt egymástól a kettő, és pontosan a család fontosságának fáradhatatlan hangsúlyozása volt az, ami összekapcsolta a hivatásukat a magánéletükkel. Én megörököltem a szüleimtől ezt a mozgalmat, ők hatalmas kutatók voltak, a magyar lelkiállapotot kutatták. Anyukám orvos, pszichológus, apukám mérnök, szociológus, én meg csak egy kommunikáció szakos újságíró, és viszont amikor meghalt édesanyám, édesapám után, akkor úgy gondoltam, hogy nem akarom, hogy meghaljon az is, amit ők elkezdtek, úgyhogy ez, nekem ez az örökségem van, aki pénzt örököl, én egy mozgalmat örököltem. Az alapítvány mottója: célunk, hogy megszülessenek a tervezett, kívánt gyerekek, a kezdetektől fogva kíséri tevékenységüket. Magyar lehetőség, hogy a magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik. Ez nem mindenhol van így, például Németországban körülbelül ugyanannyi születik, de Magyarországon van egy ilyen hatalmas lehetőség. A mi legutolsó kutatásunk, azért néha kutatásokat is végzünk, de elég ritkán, 2017-ben volt egy család és karrier kutatásunk egyetemeken, és az akkor megkérdezett, mondom, egyetemista fiatalok, 2,5 gyereket szerettek volna, szóval ez egy nagyon magas arány, 2-3 gyereket, és ami ennél is szebb, hogy 90%-uk házasságban akar élni, mondták ezt 2017-ben a fiatalok. Tehát bárhogy is néznek ki, én is úgy néztem ki, de mégis a szemlélete, a magyar fiatalok szemlélete, az ennyire családbarát, ennyire értékrendben közös, házasságpárti, gyerekpárti. Tehát kimondhatjuk, hogy igazából a magyar fiatalok szeretnék ezeket a gyerekeket. És azért nagyon nehéz ebből a témával foglalkozni, mert nem szabad őket megbántani. Tehát az, hogy mondjuk nem találnak párt,
Ugye erre az anyukám használta a kényszer szingli kifejezést. Szeretne mindenki, tehát nem azért nem talál szegény párt, mert ő akkora karrierista, és igazából ő Londonba akar mosogatni, hanem azért nem talál párt, mert nagyon komoly, és akkor visszatérve a címre, traumáinkon innen és túl, nagyon komoly traumái vannak a fiataloknak. Nagyon sok a válás, nagyon sok a rossz családi minta, nagyon félnek a szülői szereptől. És ami nagyon érdekes, hogy ugyanebben a kutatásban megkérdeztük, hogy ha szeretnének ennyi gyereket, meg szeretnének házasodni, akkor mégis miért nem? És elsőként azt mondták, hogy azért, mert nem találnak párt. Másodikként azt mondták, hogy félnek a szülői szereptől, és csak a harmadik volt az anyagi és a karrier félelmeik. Tehát nem azért nem házasodnak, mert még nincs annyi lakásuk, mert mindig mondjuk nekik, hogy de hát a nagymamáik egy szobakonyhában megszülték a 8 gyereket. Nem ez az elsődleges ok. A nagyon, nagyon nagy félelem az elsődleges ok, és ezek a traumáink, és azért traumáink innen is túl, mert ezeket a traumákat kéne valami országos terápiával kigyúrni a fiatalokból, hogy ezek a félelmeik, ezek a nagyon erős félelmeik, nagyon komoly kötődési problémáik, nagyon komoly szorongásaik, kapcsolati készségek hiánya, tudáshiány, mintahiány, ezeket valahogy felülírjuk. A szervezet számos területen és formában végez szemléletformálást, a gyermekvállalás, a családalapítás elfogadottságának növelése érdekében, illetve szervez kimondottan olyan fiataloknak szóló programokat, ahol lehetőség nyílik a társkereső és párkapcsolatépítő programok és kurzusokon keresztül ismerkedni. Hitet kell visszaadni a fiataloknak. Szürt színek szimfóniája a Természet arcai címmel Terescsényi Katalin kiállítás megnyitórejára várták az érdeklődőket. A megnyitón közreműködött Szabó László népzenész. Szürt színek szimfóniája a Természet arcai címmel Terescsényi Katalin kiállítás megnyitójára várták az érdeklődőket a Nagymányoki Közművelődési Központba. Mint mondja, a rajzolás szeretetét már kora gyermekkorában elsajátította. Én nagyon beteges gyerek voltam, és nagymamámnak jött az az ötlete, hogy hát ha már nem lázos a pici, akkor adok neki egy lapot, rajzlapot vagy rajzfüzetet, és rajzoljál picikém. És akkor milyen a kisgyerek? Hát jó, na de hát mit? És akkor ő mondta, hogy hát minden, amit látsz, azt le lehet rajzolni. Na ez ott kezdődött, 5-6 éves voltam akkor, és akkor kezdtem el. Na most ehhez még szerintem hozzájön a genetika is, mert édesapám földrajzszakos tanár volt. És én most ezt tapasztalom a kisunokámnál is, mert 4 éves, de olyan csodálatos festményei vannak, hogy én leülök és csak nézek, hogy mi van. A kedvenc technikái közé tartozik a pasztell és olaj mellett az akril és a linómetszés. A legelső kedvenc technikám az a pasztellkréta volt, mert ugye a nevelőapám iskolaigazgató volt. És a huncut kisgyerek mit csinált? Lementem tanítás után az osztályba, és a krétákat szépen elhasználtam. És akkor kaptam egy pasztellkréta készletet, és úgy kezdődött az a technika, aztán megismertem az olajat. Na, ezzel a két technikával készítettem nagyon sok képet, aztán megismertem a rajzszén, a pitkréta, az a barna kép ott az pitkrétával készült, és most ugye a legújabb technika az az akril, aminek van egy előnye, meg egy hátránya. Az előnye az, hogy gyorsan megszárad, és ugyanez a hátránya is. Az olajnak viszont az előnye az, hogy nagyon lassan szárad, és hogyha úgy akarom, akkor még rákenhetek, vagy visszakaparhatom, és azt is összekeverhetem mással, és akkor sokféle árnyalatot tudok ezzel odavarázsolni. Édesapja, Terescsényi Endre, valamint Mindszentiné Ircsi és Munkácsi Károly által indított tiszaalpári alkotótáborok aktív tagja volt jómaga is.
A kiállítást Fenyvesné Palkó Mária nyitotta meg, mint mondja. Úgy jött a felkérés, hogy mi már nagyon régóta ismerjük egymást. A Bonyhádi Művelődési Központban dolgoztam, mint művelődés szervező, és a Katalin, mint néptánc oktató járt oda, és nagyon régi kedvenc kollégám volt Szabó László népzenész, és úgy ismerkedtek meg, és ott kötődött a házasságuk, tehát én már nagyon régóta ismerem őket. Jó barátságban voltunk mindig, és figyeltük egymás munkásságát, már mindenki nyugdíjas. A Kati azt tudom, hogy 25 éven keresztül járt az édesapja alkotó táborába, aki festő volt szintén, és tanár, ő is. A kiállított festmények közül egy különösen kedves a szívéhez. Foglalás 1000 éves jubileumára, vagy évfordulójára az alkotó táborba készítettem ezt a képet. Ez Pitkrétával készült. Most, amikor ezt édesapám meglátta, fél napig dicsért, ami nagy dolog, mert ő nem volt egy dicsérős típus. Oké, klassz voltál, jó van, picim, ennyi, de ez nagyon megdicsért érte, hogy ez milyen ötlet, az a nagy kedvencem. A megnyitónak volt még egy igazán különleges pontja is. Ő is nagyon szereti a színes világot lefesteni, és fotózni, mert el kell mondjam őszintén, hogy ő is imád fotózni ugyanúgy, mint én, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy ő meghívott ide ma nagymányokra engem, hogy a kiállítását megnyitsam. Ezen kívül el kell mondanom, hogy nagyon kiváltságos napon vagyunk itt, mert Bonyhád 4 legnagyobb népművelője ma itt van, Szabó László, Farkas Kálmán, Fehérvári Erzsébet és magam Palkó Mária. Hát mi 30 évet töltöttünk a szakmánkba, és nem szerettük, hanem imádtuk a munkánkat. Közreműködött Szabó László népzenész, aki zenés előadásával fokozta a hangulatot. Ifjúsági versenytánc világbajnokságra készül a Szekszárdi Palesti Nándor és párja Dínes Rozália. Az eseményt az örményországi Dvim Music Hallban rendezik meg Jerevánban. A delegáció pénteken indul a megmérettetésre. A versenytánc a táncformák vagy táncstílusok egyik legnagyobb összefoglaló csoportja. Míg a legtöbb ember ezt a táncstílust egyfajta szórakoztató tevékenységnek tekinti, már egyre gyakrabban gondolják sportnak. 1997 óta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is sportként tartja számon a táncsportot, hiszen csak úgy, mint az atlétáknak, a versenytáncosoknak is kitűnő kondícióban kell lenniük. A tánc erőnlétet, állóképességet, illetve rengeteg koncentrációt igényel. Versenyeken mindezekből a fizikai tulajdonságokból a maximumot kell nyújtani, és ezáltal lehet feljebb kerülni bizonyos kategóriákon belül, például osztályos, esetleg országos versenyekre. A Szekszárdi Palásti Nándor válogatott kerettag az edzései Budapesten végzi. A hétvégén hazánkat képviseleti az örményországi, Jerevánban megrendezendő ifjúsági versenytánc világbajnokságon. Hosszú út vezetett idáig, mondta a táncos. 5 tánc van, mindegyiknek van külön jelentése, külön ritmikája. Az első tánc a szamba, az igazából legjobban a latin karneválhoz tudnám hasonlítani. Második tánc a csacsacsa, ez ismert, igazából ismert lehet az összes ebből a Dancing with the Starsból. A műsor ez most feleveníti mindenkibe ezt a táncsportot. Aztán a harmadik tánc a rumba, ez egy lassú szerelmes tánc. Az ötödik tánc a pasodoble, ez a torádor és a bika közötti harcot mutatja be, valamint a jive, ez egy pörgősebb tánc, ennek is külön jelentése, ez már igazából, amikor a pár egymásra talál és buliznak igazából. A sportág alapja a páros tánc. Sokkal kevesebb férfi űzi a sportot, mint nő, így gyakran a lányok szólóban is fellépnek. Formációkra is van példa, ekkor több pár áll össze egymással.
mindegyiket táncolom. A versenytáncosok latin és standard táncokat is táncolnak, de én a latin táncok felé orientálódtam, mert én hiszek abban, hogy ha egy valamire fókuszálunk, akkor könnyebben eredményt elérni. Nagyjából 8 éve kezdtem el. A bátyám kezdte el a sportot. Nekem az elején nem is tetszett, hogy őszinte legyek, de aztán anyukám megkért, és itt ragadtam. Itt Szexhárdon kezdtem, aztán a Gemen Tánsport Egyesületnél. Egy röpke kettő év alatt túlléptem ezt a szintet. Így Pécsre kellett menjek, mivel a környéken nem volt tanár, aki engem tudott volna fejleszteni. Így Pécsre átigazoltam a Ritmus Sporttánc Egyesülethez, Józsa János volt a tanárom. Itt volt egy párváltásom is, nem működtünk jól, ezért váltottam párt. Itt kezdett el felfele ívelni a karrierem. Ugye végig kell lépkedni a szinteket a táncsportba, elkezdjük tánciskolával, aztán a versenykönyves versenyek EDCBA és aztán S osztály. Én most lépek majd S osztályba. Ez úgy zajlik, hogy versenyeken pontokat kapunk minden megelőzött páros után, és ahhoz, hogy szintet lépjünk, ahhoz kell 50-100-150 pont. Aztán, ami után Pécs után Pestre kellett menjek edzésre, ott megismertem Hidi Balázsékat, ők most a világranglista 15. helyén állnak. Ők a tanáraim, valamint Andrea Szilveszter és Váradi Martina, ők világbajnokok. Őnekik köszönhetem igazából a karrieremnek azt a részét, hogy ide kerülhettem, és elindulhatok egy világbajnokságon. Nándor párja DNS Rozália lesz a világeseményen. A páros jelenleg 5. helyen áll a magyar ranglistán. A Magyar Tánccsoport Szakszövetség felkérését a fiatalok átgondolták, majd elfogadták. A komolyabb versenyek megrendezése kerülnek 2-3 egy évben. Van egy magyar bajnokság, valamint vannak ranglista versenyek, amin elindulnak a top párosok Magyarországon, és ahogy végeznek, az alapján ugyanúgy pontokat kapunk, csak ranglista pontokat, és így áll fel a ranglista. Én most az 5. vagyok Magyarországon, vagy hát mi Rozival, az 5. vagyunk Magyarországon. Ez úgy zajlott, hogy csütörtök este felhívott minket az edzőnk, hogy felhívta őt a táncsport, hogy minket akarnak delegálni a világbajnokságra. Mi ezt természetesen átgondoltuk és elfogadtuk. A pénteken utazunk ki repülővel, szombaton felkészülünk lelkiekben és testilegben a versenyre. Vasárnap fog zajlani a verseny, erről lesz élő közvetítés neten is. Valamit lehet, hogy a tévében is Örményországban, ezt nem tudom pontosan. Itt lesz egy felvonulás, ahol minden országból a párosok felvonulnak, minden országból Kína, Amerika, mindenhonnan, európai országokból is mindenhonnan egy vagy kettő pár delegálható. Mindenki felvonul a zászlókkal, aztán utána kezdődik a maga a versenyzés. 62 pár fog indulni, amit valószínűleg első körben, 5 körben fogunk táncolni. Ilyenkor mondjuk egy 10 pár felmegy egyszerre a parkettára, letáncolja a szambát, és egy 10 bíró értékeli őket, és eldöntik, hogy ki juthat tovább a következő körbe. 62-ből a következő körbe mondjuk 46 pár juthat, és így tovább, és a döntő az 6 párból áll. A páros elvárásai magasak. Szeretnének tovább jutni, és minél előbb végezni. Nándornak már a jövőbeni tervei is kialakultak a tánccal kapcsolatban. Sok a fellépésünk is szerencsére. Most például táncoltunk az arénába, Budapest Papp László sportarénába háttértáncosként. Most volt egy ilyen retro party, oda kértek föl minket. Szoktunk táncolni hotelokban. Van egy fél órás show-nk, amit kimondottan ilyen fellépésekre csináltunk. Szeretnék ezzel is foglalkozni a jövőben. Vannak terveim az esküvői pároktatással is, valamint nyilván szeretnék majd fiatalabbakat is tanítani önerőből, saját magam. Majd ugye jövőre fellépünk felnőtt korosztályba, ahol azért már nehéz lesz, mert ugye a felnőttek között van az edzőnk is, Hidi Balázsék. Ezt fel kell dolgozni, hogy ellenük versenyzem.
nehéz lesz, de szeretnénk majd ott is a top 12 környékén végezni, felnőtt korosztályban. Aztán majd a generációk harca után majd nyilván szeretnénk ott is kijutni VB-re, de az már a tetej a táncsportnak. Már most is kiráz a hideg, így a hallatám. Érdekes lesz nagyon, biztos csodálatos élmény. Ilyenkor, mielőtt föllépsz a parkettára, kis izgalom, de ugye az már a versenydrukk az már a tapasztalataim miatt már nem nagyon szokott lenni, de azért mégis egy világbajnokságról beszélünk, itt a top párosok ellen fogunk versenyezni, rengeteget készülünk rá, folyamatosan 2-3 órás edzéseink vannak minden nap, folyamatosan hajtjuk magunkat, úgyhogy szerintem a kondícióval nem lesz baj. El kell adni, hogy ez egy szórakoztató sportág. A páros munkáját a megfelelő felkészülés érdekében mentáltrénerek is segítik. A sokszor tabu témaként kezelt gyász mindannyiunk életében jelen van. Erről tartott előadást a Kultúrkortyok Szabad Egyetem keretében Manhal Dóra, aki a kinezológia módszerén keresztül nyújt segítőkezet mindazoknak, akik feldolgozatlan traumával szembesülnek. A gyászfeldolgozás segítségünkre van az érzelmi veszteség miatti fájdalom, az elszigeteltség és a magány enyhítésében. Erről tartott előadást Manhal Dóra. A gyász, mint jelenség, az azt gondolom, hogy mindannyiunk életében jelen van. És itt nem csak a halál esetén érdemes beszélni a gyászról, hanem nagyon sok más olyan folyamat is van, amikor nagyon hasonló szakaszokon megyünk keresztül, mint a halál feldolgozásakor. És ezért azt gondolom, hogy automatikus és magától értetődő az is, hogy ilyen témával is megkeresnek engem. A gyász egy veszteségre adott természetes és normális reakció. Mindazoknak, a sokszor egymásnak ellentmondó érzéseknek az összessége, amelyet egy nagy változás életünk addig megszokott rendjének a felborulása okoz. A gyásznak több szakasza is van. Van egy megelőző szakasz, ami azokban az esetekben van jelen, amikor mondjuk fel tudunk erre készülni. Aztán mindig van egy sok hatás, ami ér bennünket. Például az, amikor kimondjuk azt, hogy elválunk, vagy amikor tényleg elhunyt egy szerettünk. Aztán a következő fázis az, amikor van egy ügyintézni való. Ugye egy csomó hivatalos dolgot ilyenkor általában el kell intézni. Ez így tereli a gondolatainkat, nem annyira a saját érzéseinkre figyelünk ilyenkor, mint inkább a tennivalókra. Aztán van egy olyan fázis, amikor ott maradunk egy hiánnyal. És nem nagyon tudjuk azt, hogy hogyan tovább, vagy hogy lesz-e tovább, mi a kiút ebből a helyzetből, vagy van-e egyáltalán kiút a helyzetből. És a vége az, ahova egyébként nagyon sokan nem jutnak el, hogy el tudjuk fogadni azt, ami történt. Nem beletörődni, hanem elfogadni, és el tudom fogadni azt, hogy az életem megváltozik, és nem rosszabb lesz, hanem egyszerűen csak más lesz az élet ezután. A fájdalom, a hiány pedig ott maradhat bennünk akár életünk végéig, hatást gyakorolva ezzel minden egyes napunkra. A fájó érzésekből azonban van kiút, és fontos, hogy merjünk segítséget kérni. Nagyon változó ez, mert van, aki már az első percben, sőt, van, aki már a megelőző szakaszban, hogyha csak egy válásról beszélünk, hogy azt érzem, hogy valami nem jó, és valaminek itt történnie kéne, de mondjuk nem merem kimondani azt, hogy el kéne válni, vagy hogy el kéne költözni, vagy fel kéne mondjam a munkahelyemet. Aztán tehát egészen ettől a fázistól. De volt olyan vendégem is, ahol mondjuk már akár több évtized is eltelt azóta, hogy egy közeli hozzátartozója elhunyt, és a mai napig még ott van abban a sokban, abban a hiányban éli a mindennapjait, és nem tudott belőle kijönni. És akkor őt meg abban kellett segíteni, hogy abból ki tudjon jönni, és újra lendületet tudjon venni az élete. A gyászban az elakadást a be nem teljesült érzelmi kommunikáció okozza, és ebben tud segítséget nyújtani a szakértő. Mindenképpen az, hogy szembe merünk-e nézni a saját érzéseinkkel. És ez az érzéseknek a feldolgozása az elkerülhetetlen, mert hogyha ez nem történik meg, akkor nincs meg az elfogadás.
Tehát ez mindenképpen hogy meg kell, hogy történjen, és ezt nagyon sokszor nem tudjuk egyedül megcsinálni. De hogy nincsen ezzel semmi baj. Szerintem a mai világban nagyon sok módszer és eszköz segítően rendelkezésre abban, hogy ezt nem kell egyedül megcsinálni. Nem vagyunk ebben egyedül ebben a folyamatban. Nem kell, hogy egyedül legyünk a folyamatban. De igen, nagyon sok embernek nehéz segítséget kérni, nagyon sok ember nehezen beszél ezekről az érzéseiről, de egy idő után, főleg amikor mondjuk már betegségtünetei jelennek meg, vagy bármi olyan tényező van az életében, akkor egész egyszerűen rákényszerül. Tehát, hogyha önmagunktól nem indulunk el, akkor egy idő után majd az élet rákényszerít, hogy igen, fájó, de ezzel szembe kell nézni. Mivel az emberek és a kapcsolataik egyediek, ezért minden gyász egyedi. Ahogyan az emberek érzésvilága és a kapcsolataik összetettek, úgy a gyász is az. Az igazság az, hogy a gyászolón kívül senki más nem tudhatja pontosan, hogy milyen érzések, gondolatok kavarognak benne. Maga a gyászfeldolgozás ideje is ezért változó. Ez több évtized is lehet, de ismertem olyan embert, aki mondjuk egy válás után nem tudott fölállni abból a mély állapotból, és utána több évtizedet élt le így, és végül ebbe betegedett bele, és ebbe halt bele. Tehát, hogy ez nagyon változó. Van, aki... Ez nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy mennyire voltunk érintettek az adott kapcsolatban, függ attól, hogy mondjuk hány évesek vagyunk, függ attól, hogy amikor ez az egész megtörténik, akkor mi milyen lelki állapotban vagyunk, tehát milyen lelki állapotban talál meg minket maga az esemény, és függ attól is, hogy mondjuk mennyire hiszünk magunkban, az életben, abban, hogy lehet új és lehet jó. Tehát nagyon sok összetevője van ennek, hogy mennyi ideig tart. A gyászra, a gyászolásra nincsenek kőbevésett szabályok. Ami biztos, hogy változás történt az életünkben. A veszteséggel reményeink, várakozásaink, álmaink szerte foszlanak, a biztonságérzetünk veszélybe kerülhet. A feldolgozás folyamata és ideje is korosztályonként változó ezért. Van, amikor a gyerekek ezt sokkal könnyebben veszik, vagy a fiatalok, de azért sok olyan emberrel is találkoztam már, akivel mondjuk egy gyerekkori ilyen gyász vagy trauma történt, és felnőtt korban is még ennek a nyomai ott vannak és látszanak, és nem tudott rajta túljutni. Praktikákat nem tudom, hogy lehet-e. Inkább az érzések feldolgozása. Talán az az egyetlen olyan praktika, ami hasznos, és ami tényleg eredményre vezet. Mert azt megtanultuk, hogyan szerezzünk meg valamit, de azt nem. Vajon mit tegyünk, ha elveszítjük azt? Kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!